Műsorunkat elsőként egy személyes gondolattal indítanám. Az elmúlt esztendők alatt igazán mély betekintést kaphattam az erdészeti és vadászati tematikákat, illetve tevékenységeket illetően. Sok helyen jártam, sok élményben lehetett részem, azonban most egy újabb elhatározást tettem. Szerettem volna letenni a vadászvizsgát. Döntésemet tett követte, ezért beleugrottam ebbe a kalandba is, amelyet kameráinkon keresztül most önöknek is megmutatok. Suhafőn vagyunk, egy csodálatos környéken, és ezen a környéken működik egy egészen elképesztő társaság, vadászati oktatás folyik, és az országban szinte egyedülálló ez a forma, amivel ők dolgoznak, mert online is lehet követni, tehát aki beiratkozik, hogy letegyen itt egy vizsgát, az online is tudja követni az oktatásokat, és gyakorlati oktatás is van. És természetesen lövészet is van, amin már túlestünk, koronglövészettel kezdtük, és aztán 3 lövést ejthettünk céltáblára. Egyébként most gyakorlati oktatáson vagyunk. Ez is olyan egyedülálló, hogy a mai napon például itt a terepen ugye ki vannak téve állatmakettek. És ezeket kell felismerni és megítélni, hogy ebben a helyzetben, ebben a szituációban elejthető-e a vad, vagy sem. Mert ugye hát különböző szabályok vannak, hogy horizont felé nem lövünk, és olyan területre, ahol esetleg balesetet okozhatunk, netán a domb mögött falu van, abba az irányba tilos lövést leadni. Megvilágítottság. A téli napfordulótól ugye egyre növekszik a megvilágított percek, órák száma, és innentől indul. Ez ugyanaz, ugye, amikor átverjük a tojótyúkot, hogy több tojás legyen, egyre több fényt adunk neki esténként, és akkor így átverjük gyakorlatilag. Hát egy tanár nagyon boldog, hogyha a tanulók tudnak kérdezni, mert akkor azt jelenti, hogy már foglalkoztak az anyaggal, tehát ide ők az elméleti tudás birtokában érkeznek, és ha valamit nem értettek, vagy valamit esetleg félreértettek, én nagyon szívesen elmagyarázom, megerősítem a tudásukat. Ez a tanpálya, illetve az egész gyakorlati oktatás, az elméleti oktatás megerősítése. Ezekről a témákról már hallottak, de a valóságban itt erősödik meg bennük, hogy mi is az, amiről eddig tanultak. Arról beszéltünk, hogy az őznek a párzási ciklusát, azt hogy nevezzük, üzekedés gímszarvasnál, bőgés a dámvadnál, barcogás a muflonnál, berregés. Valószínűleg azért fogadtak be, hiszen minden estét együtt töltünk, mert hát ismernek. És ők hát nagyon furcsán adták, hogy én is leteszem a vadászvizsgát, és csodálkoznak rajta, hogy az én koromban ilyesmivel foglalkozom. Vadászképzést mi már elkezdtük 2007-ben, ugyanis a szomorú emlékű 2006-os év arra inspirált bennünket, amikor sajnos nagyon sok halálos vadászbaleset történt, hogy a vadászokat felkészítsük a balesetmentes etikus vadászatra, és 2007 óta folytatjuk ezt a képzést. A vadászterületünk, amely Gömörivad Tanulmányi Vadásztársaság néven működött, kötöttünk egy együttműködési szerződést, ahol területet biztosítottunk a gyakorlati
vadászat bemutatására. Nagyon szépen meg lehet ezt tanulni szakkönyvekből, oktató videókból, de mégis én úgy gondolom, hogy a legkönnyebben úgy érthető meg személyes jelenléttel, és az, hogy egy kis vidámságot vagy humort is beleviszünk, a vadászat az emberi kapcsolatokról szól, és azt szeretnénk, hogy a vadászok jól érezzék magukat. És ezért ez a személyes jelenléttel úgy az intenzív, a 10 napos kurzusainkon, mint sajnos a mostani rövid kurzusokban, mivel a Covid miatt csak online oktatás lehetséges, de a terepgyakorlatokon, a távolságtartás mellett megpróbáljuk bemutatni mindazokat a szituációkat, amelyek elkerülendők. Sikerrel zárult ez a tervem is, megszereztem a vadászvizsgát. Bár a karácsony elmúlt, az adventet már magunk mögött tudjuk, az év legbensőségesebb időszakának felidézése újra feltöltheti lelkünket. A zene dallamán keresztül ismét elhozzuk pár képkocka erejéig azt a csodálatos érzést, melyet a Mátra verebélyi Szent Kúti nemzeti kegyhelyen élhettek át azok, akik részt vettek az ünnepi eseményeken. A karácsonyi koncerto grosso mint keretet vettük így, hogy az első felét eljátszottuk az elején, a végén a második felét, úgyhogy így megvolt az a keretünk, hogy az adventi készülődésben hogy jutunk el a karácsonyra, és természetesen olyan műsorszámokkal igyekeztem kitölteni a kettő közti űrt vagy teret, ami egy az, hogy népszerűek, úgyhogy a Bach, Guno Ave Maria, és a másik meg, hogy tényleg olyan, ami lélekemelő, ami kifejezetten ebbe a szakrális térbe fantasztikusan meg tud szólalni. Én azt gondolom, hogy egyre többen fordulnak a lelkiség felé, és itt természetesen az advent egy keresztény kultúrkörnek egy fontos eseménye, de vallástól, felekezettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez talán olyan időszak, amikor mindenki magába fordul, mindenki a lelki fejlődés felé fordul, és talán keres olyan utakat, keres olyan magyarázatokat, keres olyan pontokat magában, ami segítheti majd a tovább lendülésben, majd amikor már több lesz a fény, és majd amikor már itt lesz a tavasz. Ilyenkor az ember mindig egy kicsit megpihen, egy kicsit magába fordul, egy kicsit átgondolja azt, hogy mi az, amin kéne javítani, mi az, ami jó volt. Természetesen javítani valók mindig vannak, de a legeslegfontosabb, hogy a jó Istennek hálát adjunk azért, amik vagyunk, akik vagyunk, és a jövőért. Tehát mindenféleképp az a legfontosabb, hogy a jó Istennek tényleg olyan értelemben adjunk hálát, amit a cselekedeteink is majd alá fognak támasztani. A mi művészeti köreink talán a legjobban sínylették meg ezt a mostani időszakot, és megmondom őszintén, nem kérdés, hogy kitartunk, mert mi erre születtünk, én is, társaim is, operaénekesek, dalénekesek, de gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz bennünket is, saját magunkat is inspirálni arra, hogy kitarts, jobb lesz, vége lesz hamarosan. Nem tudjuk, mikor van vége, de az biztos, hogy az emberek számítanak ránk, és nekünk a lélek húrjait kell megpengetnünk. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat itt. Nagyon nehéz volt nekünk a koronavírusos időszakot átvészelni. Túl vagyunk rajta, és megmondom őszintén, most kifejezetten egy ilyen típusú koncert, ahol tényleg olyan lélekmelengető volt a koncert műsor, a közönséggel való kontaktus, úgyhogy ez fantasztikus.
Erdő Ernő bácsi meséi. Miért énekelnek a madarak? Tudod, mint mi emberek, úgy a madarak is hanggal kommunikálnak egymással. Némely madárfajok olyan dallamos hangon beszélgetnek, hogy fülünk szinte zenének érzékeli azt. Ezért is neveztük el őket énekes madaraknak. A fő énekesek a hímek, akik így próbálják elnyerni a tojók szívét. Ám azután sem hagyják abba a dalolást, hogy párt választottak, hiszen ezzel jelzik másoknak birtokuk határait is. A legtöbb fajnak sajátos éneke van, azonban ez területről területre úgy változik, mint az emberi tájszólás. Kedves nézőink, a mai adásba egy velencei ragút fogok készíteni. Az első lépésként vajat olvasztok fel a serpenyőben, közben felvágom a vörös hagymát apróra. Ez egy nagyon összetett étel lesz, amit egy jénaiba kell, vagy római tálba kell elkészíteni, és nagyon fontos az, hogy kellemes legyen, kellemes íz aroma lesz benne. Összevágom a vöröshagymán, és elkezdem szépen aranysárgára pirítani itt a vajba. Szép tarjáim vannak. Sózom, borsozom, addig pirul itt a hagyma nekem, és beteszem a sütőbe. Hadd süljön. Pirul szépen nekem a hagymám. És közben a sárgarépát batonokra, hasábokra fogom fölvágni. És a körete is elkezd készülni, már forr a vízem közben, beleteszem a vízbe a kis szarvacska tésztáimat, kavarok, beleteszem a serpenyőbe, ízesítem, illetve fűszerezem borssal, ízesítem sóval, hozzáteszem nagyon finomságos zöldbabunkat, és elkezdjük készíteni. Ilyenkor hozzáadom, mikor egy kicsit megpárolódott a zöldségeink, a sárgarépa, zöldbabunk, egy kevéske paradicsom lét nagymamáink által elkészített paradicsom ital, én imádtam a nagymamám dolgait, utána anyukámmal és apukámmal is készítettünk ilyeneket. Készül a köret. A köretnek a következő része fog történni velünk. Mint a kedves nézők emlékeznek, hogy egyesével ütjük fel a tojásokat. Közben megnézem a sültarjámat, hogy hogy állunk vele. Ez körülbelül, ha úgy nézzük, ez olyan 1 óra, 20 perc alatt, ha vékonyra van számva, akkor 30 perc alatt meg lehet sütni a tarját, vagy már előző nap elő lehet neki készülni. Készen van. Ide kihelyezem a vágódeszkára, és szépen fölkezdem vágni
tarját jó csíkokra, ami bele fog kerülni a raguba. Nem soká jó lesz a köretünk. Itt a tojássárgám. Hozzáadom a tejfölt, beleteszem a tejfölt, amit szépen el fogok keverni. Egy pici borsot lehet beletenni, egy pici sót, és lehet használni hozzá a ragúhoz friss petrezselyem zöldet is, hogyha valaki úgy gondolja, nagyon fontos beletenni. Mind nagyon sok ételhez nagyon jó plusz ízt ad. És elkeverjük. Kész is a ragunk. Most meg kell várnom, hogy a tészta az egy pár perc múlva készen van, és össze fogjuk állítani az ételünket. Szépen jó kemény habbá verjük a tojásfehérjét. Kemény hab lett a tojásfehérjénkből. Hozzáadom a tejföllel, tojássárgájával elkevert mártásunkat a fehérjehabhoz. Finoman elkavarjuk benne. Hozzáöntjük a frissen kifőtt tésztánkat, amit hosszú nagy mozdulatokkal alulról felfele szépen elkeverünk. Mikor ez megvan, előveszük a kivajazott zsemlemorzsázott jénainkat, és elkezdjük beleönteni. Ennek a tetejére szépen ráhelyezem az elkészített ragunkat. Így. Meghintjük reszelt sajttal. Én reszelt trapista sajtot teszek a tetejére, és meghintem a tetejét még egy picike zsemlemorzsával. Beteszem a sütőbe. Fokon, légkeverésen 40 percig sütjük. Eltelt a 40 perc, kedves nézőn, kivesszük a kész velencei ragunkat, és utána tálalok, jó étvágyat kívánok majd! Megvan, vágok, megpróbálok egy szép kis szeletet kivágni belőle. Kedves nézőink, elkészült. Jó étvágyat kívánok, próbáljak ki otthon önök is. Hely mostan pusztám, igazán a puszta. Mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecsérli. A sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nos, Petőfi Sándor téli pusztai helyzetleírását joggal alkalmazhatnánk a Kelet-Bakony legkeletibb végeire, Fehérvár csurgó térségére is.
Ha lánglelkű költőnk Fehérvár Csurgó mellett időzött volna, a Bakony télen című sajnos csak virtuális verse sem kezdődhetne másképp. Még ha egy Junyáj legalább kint volna, akár Méla Kolomb nélkül is. De még az sem segíti a magányosan baktató, vadat kereső, téma után kajtató elszánt természetfilmest. Ráadásul, mint megtudtuk, ez az évszak bizonyos kiadásban kifejezetten lehangoló. Köd, szürkeség, sehol egy nagy vad, vagy ha igen, elvétve és csak kisebb csapatokban kószál. Látványosan nem történik semmi ezekben a hetekben, ami persze jól is van így. A tavaszi pezsdülés energiáját, a nyári topzódás véget nem érő száguldását valamikor elő kell készíteni. Elvileg most kellene kifagynia mindannak, ami káros és gondot okozhat a jövő évben. Szomorú tény, esze ágában sincs kifagyni, mert nincs akkora hideg. Még a muflonok is maximum természettudósítónk látványától dermednek meg, a csontighatoló hidegtől aligha. Ez a soft tél verzió még egy mediterrán léleknek is csak átmeneti kényelmetlenség. Szikaszarvasok, vaddisznók teljes nyugalomban. Voltaképp még az is kiderülhet, ezen a hétvégén csak vadfilmes kollégánk volt a legnagyobb, igaz csak képragadozó, a Fehérvár Csurgó melletti erdőkben. Nem vitatható, az idei tél eddig eléggé kegyesnek bizonyult. Pár hete havazgatott egy keveset, ami valamennyire néhány percig megmaradt a Bakony belsőbb meredélyein. Lassan itt az ideje, hogy egy mai Petőfi megírja a vers legújabb változatát. Mai adásunkban szokásunktól eltérően nagyobb fejezetet szentelünk e hol volt, hol nem volt télnek, persze nem azért, mert izgalmassága szinte szétfeszíti a műsor időkereteit. Ha túl sok vadat nem is, téli fény és ködjátékot, hangulatvarázslatot és igazi fénycsodát annál inkább találtunk legutóbbi filmes cserkelésünk nyomán. E második cserkelésünkön gazdag képterméssel ajándékozott meg minket a természet. Gímszarvas bikák kifejezetten nagy csapataival, illetve muflonok igézően figyelő tekintetével. S mindehhez azzal, amire csak is a tél képes. A hideg fények, ellenfények, ködök és ködpászmák fantasztikus játékával. Ilyenkor vadat filmezni rendkívül nehéz, hiszen kilométerekről lehet látni, amint természetfilmes kollégánk egy csöpnyi, amúgy kisebb ágyúra hajazó teleobjektívvel a vállán járja az erdőt. Minden négylábú tekintet feléje irányul. Dezodorja kilométerekre is érződik egy tisztességes vador számára. A tél varázslatai tűnékenyek, árnyszerűen finomak, légiesek és átmenetiek. Az igazi télben épp az az izgalmas, hogy senki nem tudja, mi történik 5 perccel később. Ködben úszó szürke hullámzik át a tájon, unalmas mélabúvá alakítva a színek zengését, esetleg nyárt idéző zivatar felhőből zuhog a hó, váratlanul fehérre festve a tájat. Bárhogy is van, a tél örök meglepetés. A fehérek kuszán kijelölt faágak szabdalta tere, a kékek magassága, a feketék titka egyszerre. S bármennyire kényelmetlen is, a tél sem jogosít fel bennünket arra, hogy otthon vagy irodában üljünk szabadidőnkben. A tél, a vadfilmest és a hozzá hasonló szent elszántakat leszámítva, nem türelmes várakozások, leállások, leselkedések időszaka. A tél egyértelműen sport, melyben szándékosan tesszük ki magunkat a váratlan helyzeteknek, a próbatételeknek. Mert csak akkor tudjuk majd teljes értékén élvezni 4 évszakunk örök sokszínűségét, ha megcsókol minket a hideg. Hogy fél évvel később ugyanott, pólóban és rövid nadrágban emlékezzünk e téli percekre, megtapasztalva mindent, amit csak lehetséges. Thank you.